Sziasztok, Shatner Alex vagyok, a Modern Esküvő DJ.hu vezetője. Azt gondolom, hogy a mai esküvőkön alapelvárás, hogy egy zeneszolgáltatónak saját fény- és hangtechnikája legyen, melyeket ő maga kezel és vezérel mindig a hangulatnak megfelelően. Ezért itt most nem erről lesz szó, hanem arról, hogy mire érdemes odafigyelni egy esküvői zeneszolgáltató kiválasztásánál. Sok pár azt gondolja, hogy a szolgáltató kereső Facebook csoportok megkönnyítik a dolgukat, de bizony tévednek, ha bármelyik Facebook csoportban megjelenik egy szolgáltató kereső poszt, legalább 200 komment érkezik alá egy óra elteltével. Az átláthatóság érdekében elkezdődőket kigyűjteni egy Excel táblázatba, és itt már el is kezd személytelenné válni a szolgáltató keresés. Miközben mindenki a battokkal és a fénytechnikával próbál meg kampányolni, addig te rabul esel az eltábláltatók világába, és könnyen elfelejted, hogy valójában a legfontosabb még mindig a megbízhatóság. Belegondoltál abba, hogy többek között ezzel a szolgáltatóval is együtt kell töltened az egész lapot? Biztos jó ötlet lesz, ha csak az ígérgetett technika és matematika alapján választasz? Tudtátok például, hogy legális DJ csak az lehet, aki az éves jogdíjat megfizeti? Kizárólag ezzel az engedéllyel lehet nyilvános helyeket zenét előadni. Ezen kívül akkor nem fogtok még csalódni, ha számlaképes vállalkozóval dolgoztok együtt, aki megállapodással egyidejűleg szerződést is biztosít a számotokra. Amit én javaslok első körben, hogy ellenőrizzétek a szolgáltató legalitását, majd a vállalkozását. Olvassátok el tüzetesen a szolgáltató weboldalát, nézzetek és hallgassatok bele a referenciáiba, olvassátok el róla a Google és Facebook véleményeket. Ezen felül nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjétek a NASZ népetek igényeit és típusát. Mint modern esküvői DJ gyakran találkozom azzal a jelenséggel, hogy a pár modern beállítottságnak vallja magát, de közben a NASZ nép nagy része nem az, és ők sokkal inkább vágynak a hagyományos, mulatos magyar nótákra, mint sem fiatalkorunk legnagyobb nemzetközi slágereire. Csak akkor lesz igazán jó hangulat, ha ismeritek magatokat és a násznépeteket, és a kettőnek a függvényében választatok stílusotokhoz illő szolgáltatót. Az esküvői DJ talpfolyamaimon is gyakran kérdeznek tőlem a násznép vezetésével kapcsolatban. Én úgy gondolom, hogy a násznép figyelmét az esküvői párba kell koncentrálni, és akkor végzed jól a munkádat, ha a násznép vezet téged. A násznép vezetéséből már érezned kell, hogy mi a jó irány, természetesen a párral egyeztetett koncepció és stílus szerint. Ami minket illet, hülyek vagyunk önmagunkhoz és az általunk képviselt zenei stílusunkhoz, így mi nem szolgáltatunk egész estés nézését meg a járását, se Dankó rádiót, se pedig alternatív rock koncertet. 2009 óta azon dolgozom, hogy mára már egy csapattal biztosíthassak hozzátok és hozzánk is méltó felejthetetlen éjszakát. Különlegességük, hogy kötelező, retro és mulatos zenéken túl, inkább a 90-es, 2000-es évek, illetve napjaink legnagyobb magyar, illetve külföldi slágerzenére koncentrálunk. A weboldalunkon zenei referenciaként nem csak válogatásokban, hanem komplett zenei mixekbe is belehallgathattok. Minket keresel, ha szereted az igazi hádiból jellegű hangulatot, és azokat a slágereket, amikre felnőttünk, és amire örökké fiatalok maradhatunk. De százszónak is egy a vége, a mi álmunk csupán egy násznép, ahol megtáncoltatunk mindenkit 6-tól 99 éves korig, a ti kedvenc dalaitokat is belecsempészve. Ha ilyenre vágytok, keresetek bizalommal.